Wittenbergi Lutherház udvarán vagyunk. 1511-ben került ide rendje megbízásából az akkor még erfurti szerzetes, hogy tanítson a Wittenbergi Egyetemen. Alika sejtette még, hogy 35 éven keresztül itt fog élni. Miután megházasodott jóval a reformáció kirobbantása után, Katarina von Bórával, feleségével, majd 6 gyermekével együtt itt éltek. Ám nagyon sok diákot is vendégül láttak, többek között Magyarországról is, és az asztali beszélgetések, valamint az énekek őrzik ennek a közösségnek a nyomát, hogy a diákok továbbvitték Luthernek a tanítását szóban és énekben. Mindaddig, ameddig a svájci és a németországi reformáció ágai között nem robbant ki a feszültség Wittenbergben, addig a legtermészetesebb volt, hogy a debreceni kollégium régi szabályzata is Wittenbergi szabályzatot vette alapul. A viszonylag fiatal Wittenbergi Egyetemen, mert csak 1502-ben alapította Bölcs Frigyes, mert a 10-20-as években egyre több diák jött ebbe a aránylag korábban ismeretlen városba, és Leukória, úgy is nevezték, ugye a fehér köveknek a városa, Wittenberg, Weissenberg. No, ott ő, mint professzor, az előadásait a Mózesnek az 5 könyvével kezdte, azután a Zsoltárokkal folytatta, és később a Újszövetségből a római levelet meg a Galata levelet magyarázta. Szóval ezek a magyarázatai olyan hírnévre tettek szert, hogy Európának majdnem minden országából tódultak oda a Wittenbergi Egyetemre a diákok. Krisztus az mi bűneinkért meghal, ahogy minket azoktól megszabadítana és feltámadna. Hálákat adjunk és mondjunk, halleluja! Jézus Krisztus, Isten fia, az mi városunkba bejöve, és az mi sok bűnünk rólunk elvívé, halálnak ő erejével és hatalmával. Mindenki hálát adjunk.
Sokan jöttek Magyarországról is hozzá, meg Erdélyből. Dévai Mátyás, az első magyar reformátorunk, ott tőle tanult, éppen érdekes módon egy időben Mikhail Agrikolával, a finneknek a reformátorával. A debreceni református kollégiumban szerencsére megmaradt a wittenbergi diákok anyakönyve, a wittenbergi burza emlékkönyvébe, aztán később a 17. századon más dolgokat is jegyeztek, de itt látjuk, hogy többek között Mélius és mások a seniorként hogyan működtek, itt látjuk a különféle működésüknek a különféle bizonyítékait, hogy könyvtárat gyűjtöttek, magyarországi adományokat kaptak és fogadtak el, sőt hitvallást alkottak, és hogy akkor már kialakult a hitvallási álláspontjuk, amelyet szigorúan védelmeztek is. Luther engedte, hogy ott egy magyar burza alakuljon, tehát külön lett zászlajuk, külön címerük, máig is megvannak azok az emlékek, amelyek a magyarországi, tehát erdélyi és felvidéki és a dunántúli magyarságnak a diákjait idézik. Számos magyar diák tanult itt a wittenbergi egyetemen, és hallgatta Luther, Melanchthon és a többi professzor előadásait. Közülük is kiemelkedik a magyar Luthernak is nevezett Dévai Bíró Mátyás. Szót kell azonban ejtenünk Farkas Andrásról is, aki 1531-ben iratkozott be ide. Egyik históriás énekében párhuzamot von a zsidó és a magyar nép történelme sorsa között. A több mint 100 versszakban megszólaltatja a közös múltat, hogy egyaránt Isten választott népéről van szó, és a közös reménységet is, hogy Isten, ahogy megóvta a zsidóságot, meg fogja menteni a magyarságot is. Számadrával, számos maros vízivel,
erdőkkel, mezőkkel, szép zsíros füvekkel, jóhokkal, lovakval, tikval, lútval, disznóval. Őket az nagy Isten itt mind megszállítá, mind a zsidó népet Kánaánnak földében. Azért mi eskérjük Istent, mint atyánkat, igazgassa az kerált mi közöttünk. Magyari uraknak pártoló szűvőket igazgassa immár az jámbor kerál mellé. Adjon békességet minden népek között, hogy mi ő felségét egyenben dicsérhessük. Luther először novícius volt, és utána egy év novícius után fölszentelték, meg volt a primic, tehát az első miséje, és hát sokszor ő maga is arról beszélt, hogy félelemmel és rettegéssel vette a szentséget magához, és hát úgy érezte, hogy ő méltatlan arra, hogy a Szent Isten őt erre a hivatásra mégis kiválassza. Amikor azonban egy itáliai útra küldték őt, a főnökei, egy fél évre jóformán, egy 1510 és 11 telén, akkor nagy csalódást okozott neki az a katolikus egyház, az a Róma, amelyik akkor hát egész más volt, mint a mai. A pápa akkor vadászni volt, és a papok a lélektelenül miséztek, azt a kifejezést használta, hogy teljesen ripsaps csináltak mindent a mise során, és ez nagy csalódást okozott számára. Amikor visszatért Wittenbergbe, oda küldték őt a wittenbergi kolostorba, először filozófia előadására, de később véglegesen is dogmatika professzorának, mert közben ledoktorált. Először magiszter volt, azután a doktorátust is több év után megszerezte. Tetzel János, az akkori dominikánus szerzetes, ugye közelben, ott Wittenberg közelében is prédikált, gyűjtötték az erekjéket, és szenteknek a csontjait, és így tovább, szóval, és főleg az, hogy még a hozzátartozókért, még az elhunyt hozzátartozókért is lehetett úgy imádkozni, hogy érettük bűnbocsánatot kérni. És akkor Luther azt mondta, hogy egyedül hitáltal, nem pedig a másoknak a közbenjárásában, mert egyedül Krisztus a közbenjáró. Amikor Luther megtudta, hogy a pápa, 10. Leó átokkal fenyegeti, és készhez kapta ezt az átokkal fenyegető bullát, akkor összehívta a tanártársait, diákjait ott Wittenbergnek az előterében egy kertben, aminek máig is megvan a emléke, és ottan egy frommes Schauspiel, egy kegyes színjáték keretében tűzbe dobta ezt a bullát, pontosabban az átokkal fenyegető bullát. Közben volt még a Wormsi Birodalmi Gyűlés, ugye, ahol hát bátran kiállt a eszmény mellett, és a császár jelenlétében is ugye nem volt hajlandó visszavonni a tanait, és emiatt azután veszélybe is került, féltek arra attól, hogy esetleg Hus János sorsára jut. A Wormsi Birodalmi Gyűlésen hangzott el Luther híres vallástétele. Nem tanácsos, hogy az ember lelkiismerete ellen cselekedjék. Ezért, ha a Szentírásból vett érvekkel, vagy más éjszokokkal meg nem győznek, nem vonom vissza tanításomat. Itt állok, másként nem tehetek. Isten engem úgy segéljen. Az eredmény, hogy a birodalmi gyűlés birodalmi átokkal sújtotta Luthert.
Ez azt jelentette, hogy bárki szabadon megölhette. Pártfogója, Bölcs Frigyes, éppen Luther megmentése érdekében elraboltatta őt, és Warburg várába hozta. Itt ebben a várban töltött közel 10 hónapot. Ebben a kicsiny szobában lakott, és ebben a 10 hónapban fordította le a görög nyelvű új szövetséget. Erős várunk nekünk az Isten, és fegyverünk ellenség ellen. Megszabadít veszedelemtől, ki ránk jönnek most mindenfelől. Az mi régi ellenségünk, nincsen nekünk semmi hatalmunk, kivel néki ellene álljunk. Viaskodik az úri rendünk, kit az Isten bocsátott végünk. Ha kérded, hogy ki lényen az, Jézus Krisztus az, seregeknek ura, kinél nincs több Isten. Várami Istenünk feldolgozása szöveg és dallam tekintetében egyaránt berobbant az egyházi életbe, és az evangélikusok himnusza lett. Ezt a 46. Zsoltár tartalma is biztos, hogy indokolja, és itt is kereshetjük ennek az okát, ennek az éneknek a népszerűsége valóban nagyon fontossá válik. Azonban a dallam is fontos, és a dallam is biztos, hogy közrejátszott és szerepet játszott abban, hogy ennyire könnyen elterjedt. A kor egyik nagyon ismert stílusában, a mesterdal stílusában született ez az ének. Ez a forma, ez nagyon ismert volt a korabeli Németországban, tehát valóban könnyen tanulták az emberek. Több Luther éneket jellemez még egyébként ez a forma. Arról is tudunk, hogy igen jó zenei ízlése volt, hiszen a zeneszerzői körnek, amely köré csoportosult, azt mondta, hogy úgy komponáljanak, mint Josquin. Josquin a kor egyik legjobb zenésze volt, zeneszerzője volt. Róla mondta azt Luther, hogy kompozícióiban a hangok engedelmeskednek az ő akaratának, míg más szerzők
kénytelenek úgy komponálni, ahogy azt a hangok adják. Luther wartburgi tartózkodásának volt egy érdekes és izgalmas epizódja. Hírül vette, miközben fordítja a Bibliát, hírül vette, hogy Wittenbergben, az ő hazájában egyesek, akik az ő tanaira, a reformátori mozgalmára hivatkoznak, szélsőségbe mennek, túlzásokba mennek, és például a képeket rombolják, a wittenbergi templomnak is képeit, szobrait, középkori erekéit rombolni kezdik, Karlstadt egyik professzor társa vezetésével, a diákok másznak föl létrán a wittenbergi templomba, és szedik onnan le a képeket, és döntik le a szobrokat. Ők voltak az úgynevezett rajongók. Ezek a rajongók, a Schwärmer, akik nagyon nagy kárt okoztak volna a reformációnak, hogyha Luther közben nem lép. És ezért ő veszélyeztetve látta a reformáció ügyét ebben, és fogta magát, lóra ült, és lóháton megjelent Wittenbergben. Ennek is egy emléke az, hogy Cranach ottan megfesti őt szakállasan, mint Jürgen Jörgöt. De ez is titokban történt, mert hogyha ennek híre megy, akkor esetleg el is fogják. Tehát ő lecsillapítja ezeket a rajongókat, és azt mondja, hogy ne éljetek vissza a reformációnak a reformjaival. Müntzer Tamás és társai ugyancsak egy ilyen szélsőséges mozgalomnak állnak az élére, néhány évvel később, 1525-ben, és ennek egy nagyon szomorú következménye volt az a parasztháború, amelyik azután rengeteg véráldozatot is követelt, és ugyanakkor Luther népszerűségét is csökkentette, mert az ő számlájára írtak sok mindent a forradalomra való buzdításra. Pedig ő a parasztokat is intette, és az urakat is intette. Szóval a parasztháborúban neki közvetítő szerepe lett volna, csak a végén, amikor már a parasztság gyújtogatta az udvarházakat, meg pestelenítette az apácákat, kolostorokat, akkor mondta azt, hogy hát üssétek, vágjátok őket. Az evangélikusok névadó hitvallása, a Confessio Augustana, ágostai hitvallás 1530-ra megy vissza. Magán a birodalmi gyűlésen, ahol ezt benyújtották, Luther éppen az átok miatt nem lehetett jelen. Igen, Luther Coburg váráig ment csak el azért, társaival együtt, mert az ő védője, tehát a Bölcsfrigyes választófejedelem hatálya addig terjedt. Azon túl az a veszély leselkedett volna rá, hogy elfogják, és megint csak esetleg Husz János mintájára kivégezzék. Ennek ellenére a társai, akikkel sokat konzultált már előzőleg, különféle részhitvallásokat együtt fogalmaztak meg, társai megjelentek az augsburgi birodalmi gyűlésen, minket azóta is neveznek ágostai hitvallású evangélikusoknak, mert Augsburg városát magyarosan Ágostának mondták. Ott 5. Károly császár előtt történt a hitvallásnak a felolvasása, Melanchthon fogalmazta meg, és országvilág előtt első ízben tárták a luteri tanítást, mint reformjavaslatokat a birodalom vezetői elé. Ezt nem csak lelkészek írták, hanem egész városok is vállalták ennek a aláírását, főleg 100 területen. És az aztán más kérdés, hogy ezt később nem engedték, hogy tovább terjedjenek ezek a tanok, de Luther mindig abban a reményben volt, hogy talán zsinat fogja végső soron elrendezni ezt a kérdést, és az ő tanait is majd egy zsinat vagy jóvá hagyja, vagy részben beemeli a katolikus egyháznak a dogmái közé. Ez nem történt meg, mert az 1545-ben elkezdődő zsinat Trento városában, a Tridentinum, ez elítélte a reformációt, és nem engedte, hogy tanai érvényesüljenek. Mit tudunk Luther élete alkonyáról? Luther életének 50-es éveiben sokat betegeskedett, de ennek ellenére hatalmas irodalmi tevékenységet fejtett ki, sorra levelezett, sorra írta a könyveit, posztilláit,
meg egyéb reformátori iratait, több mint 100 kötetre tehető, ami a weimari kiadásban ma meg is jelent eddig, és a betegsége arra serkentette őt, hogy jó lesz, ha időben megírja végrendeletét. 1542-ben, tehát 4 évvel még halála előtt, papírra vetette Vízkereszt ünnepén, január 6-án, azt az ő kívánságát, hogy felesége, Bóra Katalin örököljön, ne a gyerekek, mondta ő, ami az akkori kor törvényeivel ugyan ellentétes volt, mert az volt a véleménye, hogy hát ne a szülő lesse a gyerekek kezéből, hogy a megélhetése biztosítva legyen, hanem inkább a gyerekek, akiket ő nevelt, hát azok kapják tőle meg, amit úgyis, mint édesanyja meg fog adni nekik egész haláláig. Annak idején elárverezték ezt a végrendeletet pár száz évvel Luther halála után, addig a család birtokában volt, és akkor egy magyar műgyűjtő, Jankovics Miklós ezt megvásárolta, és a Magyarországi Evangélikus Egyház levéltárának ajándékozta. Máig is látható a múzeumban, illetőleg a levéltárnak a páncélszekrényében. Halála előtt érdekes módon még egy utolsó látogatást tett kedves szülővárosában, Ejzlébenben, ahol a Mansfeld grófok egymással valami családi viszályban álltak, és akkor ő békíteni akarta őket, sikerült is tulajdonképpen ez a békítés, de a téli idő, január, február eleje olyan hóval és faggyal teli időszak volt, hogy nagyon megfázott, és részben a sebek is fölfakadtak a lábán, szóval sok olyan nyomorúság volt, ami miatt azután ágynak esett, és 1546. február 18-án Ejzlébenben, tehát a szülővárosában elhunyt. A holttestét azután Hallén keresztül hazavitték, Halléban még egy halotti maszkot készítettek róla, és nagy ünnepélyeséggel és nagy gyászsal Wittenbergben temették el. A wittenbergi vártemplomnak a padlózatán egymás mellett van Luthernek és kedves társának, a nagy tudós Melanchtonnak a sírja. E helyen temették el a szent teológia doktorának, Luther Mártonnak a testét. Krisztus után 1546-ban halt meg szülővárosában, Ejzlébenben. 63 évet, 2 hónapot és 10 napot élt. Jó néhány évvel később, ugyanebben a templomban temették el Luther talán legközvetlenebb munkatársát, Philipp Melanchtont. Sírja néhány méterre található Luther sírjától. Ha ez világ, mint ördög volna, és elnyelni minket akarna, azért tőle semmit ne féljünk, csak Krisztus oltalmában bízzunk. No, bátor, dühös köhögjék, no, fenekedjék, ez világnak, Uram, nincs rajtunk hatalma. Úrunk Krisztus őtet megbírta, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Az nagy Isten vagyon mi vélünk, és szent lelke lakózik bennünk, ha testünk